estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják, Varga Diana vagyok. Művészet, beszélgetés és zene. A komolyan lazulós est a harmadik évadába lépett. A vendég ezúttal Simon Mazula Tibor volt, aki egyenesen az Egyesült Államokból érkezett Békés Csabára. Az Egyesült Államokban élő Simon Mazula Tibor festő, film és videoklip rendező, illetve dobos is. A festészet az elsődleges szenvedélye, mint mondja, a többi is abból nő ki. Az est főszereplőjével, élményeiről és munkásságáról Baj Miklós Zoltán képzőművész beszélgetett. A komolyan lazulós programnak a Jankai Kolozsvári Tevan gyűjtemény adott otthont. Ez egy nagyon fontos esemény nekem, mert az embernek a gyökerei a legerősebb energiaforrása, úgyhogy én Békés Csabai vagyok, és nagyon örülök, hogy megmutathatom magamat a szülővárosomnak. 3 évvel ezelőtt indították útjára a komolyan lazulós rendezvénysorozatot. A programra sokoldalú művészeket hívnak meg, akik Békés Csabához kötődnek, akár Magyarországon, akár a határon túlélnek. Nagyon sokoldalú a művész filmvetítés is lesz benne, tehát a munkáit is megismerhetik, főleg az, aki keveset ismer belőle, vagy nem eléggé tájékozott, ugyanis nem Békés Csabán él már, hanem Amerikában, és nagyon örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, mert igen régen volt jelen itt Békés Csabán. A rendezvényre olyan művészeket hívnak meg, akik mind vizuális, mind zenei vonalon aktívak. Simon Mazula Tibor figurális absztrakt stílust határoz meg a festményeire, a képek főszereplője a múzsája. Elsősorban időutazás lesz a zenei részt értve, a képzőművészeti részre pedig egy rácsodálkozás szerintem, mert Simon Mazula Tibor alkotói világát nem nagyon ismerik Békés Csabán, illetve mivel neki is egy új periódusa az, amit Amerikában tanult, és azt most megmutatja a végig is vetített formában, ez mindannyiunknak új lesz. A szervezők már tudják, hogy a következő komolyan lazulós estnek ki lesz a főszereplője, azonban egyelőre nem nyilvános, de egy biztos. A rendezvény sorozat folytatódik a jövőben is. Ez volt már a híradó. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!